9,5 év mágocson töltött szolgálat után helyezték át Csibi Imre plébánost Tamásiba. Augusztus eleje óta főbázisa a Nagyboldogasszony templom. És hogy hogyan érintette az atyát a helyváltoztatás híre? Derültékből villámcsapás, mert ugye hát mindig püspökeink ugye megszokták adni a lehetőséget ugye április végéig a papoknak, hogy aki el akarja kérni magát, az elkérheti. Hát én nem kértem, és épp ezért nagyon nem is számítottam arra, hogy mozdulok, de hát a püspök atyának a szándéka az mégis az volt, hogy barátom, menj odébb, és hát akkor megyek odébb. Mindemellett ugye ez benne van a papi életben, hogy időről időre áthelyeznek bennünket, akár a pap személyes szüksége okán, ugye ez a kérelmek lehetősége, akár az egyházmegye szüksége okán, hogy püspök úr hol látja szükségét a váltásnak, a változtatásnak, bármi oknál fogva is. Sajnos az egyházmegye más területén volt olyan probléma, amit ott kellett orvosolni, és hát ilyenkor ugye beindul a dominó elv, hogy ha egyet mozdítunk, akkor utána mozdítani kell egy sort, amivel azt be lehet tölteni. A két plébánia között leginkább szerkezeti különbség van, mondja Csibi Imre. Mágocshoz 7 falu tartozott még, itt Tamásihoz 3 kisebb település. Tehát itt hangsúlyos a központ, Tamási városa. Hát önmagában maga Tamási jóval nagyobb létszámot jelent, mint az előző plébániának az össz lakossága együtt, tehát itt egész más kihívások adódnak. Mindamellett ugye itt Tamásiban van katolikus iskola, katolikus gimnázium, ami szintén kihívást és ugyanakkor lehetőséget jelent a papi életben is. Hogy milyen kihívások lesznek, igazából azt majd az idő mutatja meg, tehát nem tervekkel és nem elképzelésekkel érkeztem, hanem igyekszem nyitott szívvel és nyitott lélekkel fordulni a helyiek felé, a közösségek felé, az emberek felé. És hát az elmúlt 2 hét tapasztalata az, hogy vannak elképzelések, vannak vágyak, vannak remények. És hát nyilván, amikor ezt így az emberre hogy egyszer úgy ráborítják, akkor az ember elsőre mit mondhat? Türelmet kérek. Mert egyszerre mindent nem látok át, nem tudok felelősen ítélkezni, dönteni, és nem tudok ennek megfelelően döntést hozni, és annak következményeivel is ugye együtt élni. Tehát időt kérek mindenkitől, akit ez érint. Tudom, hogy mindig ez a legnagyobb kincs, és az emberek mindig ezt kérik legelőször számon, hogy miért nem történik már valami. Történik, csak idő kell hozzá, megfontolás, lehetőleg a döntéshez szükséges információk minél teljesebb begyűjtésével. A plébános, bár még csak 2 hete van Tamásiban, jó tapasztalatokat szerzett ez idő alatt. Amennyire én látom, készek elfogadni és készek befogadni engem, és ez mindenképp egy ajándék egy közösség részéről, hogy ők maguk is nyitottan fordulnak felém, és bár, mint mondtam, ugye nyilván sok-sok elvárás fogalmazódik meg, de ez megmaradt még egyelőre a kezelhető szinten. Tehát el tudják fogadni azt, hogy nem én vagyok a mindenható megváltó, nem azért jöttem, hogy egy pillanat alatt megoldjak minden helyi problémát, amit esetleg az elődömnek nem sikerült. Én úgy látom, hogy sokszínű, értékes közösség van itt Tamásiban is, vidéki közösségekben is, és az a munkatársi közösség is, amelyet megörököltem, én úgy érzem, úgy gondolom, első pillanatra, pillantásra úgy látom, hogy valóban ragaszkodó közösség, nem annyira a paphoz, inkább a krisztusi úthoz. Mágocs és vidéket talán így lehetne mondanunk, hogy egy hagyományosabb vallásos közösség, sokkal inkább falusias jellegű, sokkal inkább családiasabb. Bizonyos értelemben, ezt még itt helyben nem tudom megítélni, de az egy nagyon emberközeli közösségrendszer volt, ahol
Hát bemegyek a templomba, és név szerint ismerek szinte mindenkit. Jó, hát kellett hozzá majdnem 10 év, de el tudtunk odáig érkezni. Ahol természetes volt az, hogy akár, mit tudom, hogy mise előtt vagy mise után megállunk kicsit beszélgetni az emberekkel, megosztják a bajaikat, gondjaikat, örömeiket, bánataikat. Hát itt nem tartok, mert ez a 2 hét ehhez messze nem elegendő. Hát remélem, hogy majd lesz itt is annyi idő, hogy az itteni emberek életébe is bele tudok épülni. Nem is annyira, mint fölülállóként, mint atya, hanem sokkal inkább talán, mint testvér. És hogy mire sarkalja majd az atya a tamási híveket? Keressük a közös utat. Keressük közösen a lehetőségeket, mert egy ember egy fejjel tud gondolkozni, egy közösség pedig sok-sok fejjel. És mindig legyünk készek arra, hogy a krisztusi tanítás legyen az életünk középpontjában.